A démon szülő az az együttérzésre képtelen személyiség, aki történetesen szült vagy nemzett egy gyereket, többet, és nem képes gondoskodólag, együttérzéssel viszonyulni ehhez a gyerekhez, hanem úgy rivalizál vele, minthogyha a kis testvére lenne, akire nagyon féltékenynek kell lenni, és különben is mi a francot keres itt. Tehát nem arról a szülőtípusról van szó, aki sokat fikázza a gyerekét, sokat kritizálja, sokat elégedetlen, és de mindig mondja, hogy így csináld, meg miért nem úgy csinálod, hogy... Mert aki azt mondja, hogy így csináld, meg miért nem úgy csinálod, hogy, az tulajdonképpen annak szurkol, hogy a gyereknek sikerüljön valami. Szerintem így működik, akkor csinál te is így. Ebben nincs rossz indulat, nagyon káros, amit csinálnak, de nem egy ilyen víz alá nyomós, rivalizálós viszonyról van szó. A démonszülő az én tapasztalatom szerint nagyon korán, az első 3 évében nagyon megsérült, cserben lett hagyva, valami nagy érzelmi sok érte, háborús kisgyerekek felnövekedésénél láttam egy pár ilyet, és ő bennük egyszerűen nem alakul ki az az együttérzés, ami normálisan mindenkiben 2 és 5 éves kora között megszületik. Akkor is, ha ez nincs mindig jelen, de a normális ember, a 3 éves gyerek, az már oda szól a mamájának nagyon elkeseredve, hogy sír a kisbaba, a kis testvér, vagyis ez, hogy együtt érezni és belehelyezkedni a másik helyzetébe, ez természetes körülmények között hamar kialakul, és a démon szülők azok a felnőttek, akiknél megsérült ez a fejlődés, és ismerek olyan démon szülőt, aki a koraszülő gyerekére is csak dühös volt, hogy ez a kis nyápic, nyambat, ez semmire se lesz jó. Neki voltak olyan mondatai, hogy hát majd csak találunk egy olyan főiskolát, amit még, most mondta a lánya nevét, még ő is el tud végezni. És ez a szegény lány, ez 3 diplomával rendelkezik már, és még mindig nem hisz igazán magába, pedig nagyon sokat dolgoztunk. Ezen javult is, de még nem tökéletes a dolog. Na most a démon szülő, lehet anya vagy apa, mindegy, a démon szülőnél igazából az lenne a korrekt kifejezés, hogy ez egy démoni személyiség, ugyanis a többi kapcsolataiban sem jó ő. Nagyon rászáll a gyengékre, tehát általában olyan házastársat választ, aki hasonlóan alkalmas az áldozat szerepére, mint az ő leendő gyengébbik gyereke. Általában az első szülött gyereket teszi könnyen áldozattá. Azok valahogy sérülékenyebbek így. És hogyha van emellett egy nagyobb akaratú másik gyerek, az megszabadul a démon szülőtől, és viszonylag kicsi kortól rázza le ezeket az átkokat. És az érzékeny idegrendszerű, finomabb, kisebb energiájú gyerek, az belesérül általában egy életre. Hát ha nekünk folyton azt mondják, hogy te nem vagy, csak nem gondolod, hogy te valamire képes vagy, meg neked, hát mit képzelsz te magadról? Ez olyan mélyre bemegy, hogy rettenetesen nagy takarítást igényel hosszú időn keresztül, hogy ezt fölül tudja írni az illető.